Cégek és áruházak is csatlakoztak Zalaegerszeg önkormányzatának adománygyűjtéséhez. Kárpátaljai testvérvárosunk Beregszász lakóinak megsegítésére indítottak akciót. Az első szállítmányok a héten indulnak el Zalaegerszegről Ukrajnába. Liszt, cukor, rizs, étolaj, só, száraz tészta és élesztő, ezeket az egyik zalaegerszegi nagyáruház tulajdonosai ajánlották fel a bajba jutottaknak. A jó ügyekhez én úgy gondolom jó szívvel kell hozzáállni, és úgy látjuk és úgy érezzük, hogy az adomány itt jelenleg jó ügyet szolgál. Olyan emberken segítünk, akik most háború sújtotta övezetben élnek és laknak, és a polgármester úr felkérésére egy adománygyűjtésbe kezdtünk, és a Magnetik Áruházak Kft. Is felajánlott egy bizonyos mennyiségű élelmiszeradományt. Az áruház vezetőihez helyi vállalkozók és a vásárlók is csatlakoztak, így több millió forint összegű adományt juttatnak el Beregszászba. A jó ügy mellé állt a tüskeszentpéteri malom is, ők másfél tonna lisztet készítettek össze. A tüskeszentpéteri malom és a tulajdonos Zalacereália Kft.-nek van egy társadalmi felelősségvállalása, és érezzük, hogy rászorulnak a határon túli magyarok, a kárpátaljai magyarok arra, hogy most segítsünk. Mi lisztet gyártunk a tüskeszentpéteri malomba, és ezt a lisztet tudjuk felajánlani segítségképpen. Ezt meg is tesszük. A liszt az egyik beregszászi pékségbe kerül, ahol kenyeret és péksüteményt sütnek belőle a rászorulóknak.